Nagybecskereken és környékén leginkább szerbiai tűzifát kínálnak a fatelepek, és kellendő a kicsit minőségibb szénfajta is. A lakosság többsége időben gondoskodik a télire való beszerzéséről. Van kazányom otthon, hűtéssel, úgyhogy ennyi kell. 5 tonna, meg otthon, ami van, gyümölcsfákat ki szoktam szedni, ami kivaló. És akkor ez az egész. Nem így készpénzbe fizetem az véget, mert most veszek 3 tonnát, jövő héten jövök a fájé. Tavasszal megint hittem 2 tonna, úgyhogy így beosztva, egy évbe 2-szer fizetem. Jöttem megnézni az akác fát vágva, hogy már rendeljük lassan, mert már nem sokára itt lesz a tél. Ja. Mennyit szokott fel? Hát körülbelül 10 métert. Körülbelül 10 métert, most egyelőre lesz 5, aztán később még. Igen. Hogy fizetik? Hát körülbelül akkor egy évre körülbelül 60 ezer dinár. Hát muszáj, valahogy főtanáljuk magunkat. A tűzifa ára tavalyihoz viszonyítva egy kicsit megnövekedett, a széné nem változott, minőségtől függően tonnája 8000-től 14 ezer dinárba kerül. A bükkfa az 5900 méterre, 6200, ha föl van vágva, az akác 5700 dinár méterre és 6000 dinár vágotta. Az a paletta pedig 12500 dinár, és ez fuvarral együtt itt Zrenjanin és környék. A tavalyihoz viszonyítva az árak megnövekedtek? Hát a tavalyihoz viszonyítva 200 dinárral fölemelték a faárat. A szénárak azok maradtak ugyanúgy, mint tavaly. Vajdasági viszonylatban Közép-Bánátban van a legtöbb földgázfogyasztó, mintegy 22 ezer háztartás. De a magas ár miatt az elmúlt években sokan áttértek az olcsóbb tüzelőanyagra, a fára és a szénre.